Hello srácok, ez a Gaming is Fun! És tegnap immár a második nappal folytatódott a Six Invitational rendezvény, aminek az első napján történteket megtudhatod az előző részből. Köszönöm, hogy megnézed ezt a videót, igazán nagyra értékelem, remélem tetszik, ha így van, nyomj egy lájkot, like írj kommentet, az meg, hogy jusson el még több emberhez, és ha még nem tetted volna meg, akkor iratkozz fel! A szokásos házigazda Matt Andrews köszöntött minket. Elmondta, hogy ma is egy remek nap elé nézünk, hiszen a világbajnoki elődöntők mellett ma végre láthatunk bővebb klippet a spanyol pályáról és operátorokról, emellett pedig technikai Q&A is várható. Az első meccs egy PC elődöntő volt, amin a Finn Sisu és az amerikai ERA Eternity csapott össze. Kettő egy arányban nyert az ERA, így ők már biztosan ott vannak a PC döntőben. Ezzel egyébként így biztossá vált, hogy európai csapat nem fog döntözni PC platformon. Aztán jött a várva várt Velvet Shell operátor panel, ami elején az eddig látott klippeket játszották le, majd Justin az egyik közösségi fejlesztő köszöntött minket Rook, Valkyrie és Buck kíséretében. Bemutatta a vendégeit, aki két játék és Messi volt. Először Jackal-t tekinthettük meg, és igen, jackal kell mondani. Meglepett, mert ez így nem spanyolos, ennyi erővel a blitzet mondhatnánk Blights-nak, na zárójel bezárva, ők tudják. Szóval, mint gondoltuk, Jackal lesz a támadó, akinek egy speciális szemüvege, és egy speciális lámpája lesz, amit, ha bekapcsol, látja a védekezők lábnyomait. Aztán bemutatták a fegyverkészletét. Elérhető lesz számára, a C7E, ami egy 30 plusz 1 töltényes fegyver, aztán egy PW9, ami egy 50 plusz egy töltényes SMG, az IT-8 Valve L shotgun, másodlagosnak pedig hozhatja az IT-8 Valve S shotgun ami a rövidített változata az előbbinek, és van egy pisztolya is, a USP-40. Tehát, ha valaki úgy szeretné, egyszerre kettő shotgun is használhat vele, és amit eddig nem tudtunk biztosan, választ kaptunk rá az elsődleges fegyverét is használhatja, miközben be van kapcsolva a gadgetje. Macy, aki játszott jekyll azt mondta, hogy erős operátor, és meglepő módon nem csak a rómerek ellen hasznos, bár a fő célpontjai azok a védekezők, akik a szájtól el, elszakadva futkároznak. Egyébként a támadó két armoros és kettőspídes lesz. Ezután megtekinthettük Mirát, aki a védekező ő három és egy speedes, ami csak azért furcsa, mert Kaveirától és IQ-tól is végnyabban nő, de mindegy. Szóval Mira egy olyan védekező, akinek a stílusát eddig még garantáltan nem láttuk a Siege-ben. Fel tud tenni kettő egyirányú ö, átláthatósági ablakot, tehát csak a védők tudnak kifelé látni, a támadók nem látnak be, megerősített falra rakja fel, vagy csapóajtóra, amin senki nem tud átlönni és letörni is csak termit, vagy hibana tudja a fal kiszakításával. Új látószögeket tud kreálni, amiket eddig sosem gondoltunk volna, hiszen be volt erősítve. Számára is elérhető lesz a két shotgun, emellett a USP-40 is, és a Vector 45 ACP. Nagyon különleges ez a fegyver, ugyanis az óriási sebesség kicsi visszarúgással jár, ami nagyon gyorsan ki fog nyírni. Emellett kiderült, hogy lesz Nitro -e a néninek, amivel együtt nagyon erős operátornak tűnik. Egy dolog van, amit csak a következő nap fognak elárulni Miráról, ami valószínűleg a gadgetjével kapcsolatos. Macy szerint a játék eddigi menetét fel fogja forgatni Mira, és új és érdekfeszítő stratégiákat lehet majd kitalálni. Kiemelte, hogy a bandit trick egyszerűbb lesz, mint valaha, pedig eddig Posz és Walker is elég nagy segítség volt. A vége felé elárulták, hogy február 7-én kedden fog érkezni a DLC, amikor mindenki számára elérhető lesz az új pálya, a season ingyen megkapják az operátorokat és az exkluzív tartalmakat, a többiek pedig egy hét múlva vehetik majd meg. Még megmutattak a két spanyolan egy-egy exkluzív egyenruhát, amit a season kapnak meg, és egy elit egyenruhát, amit majd rúkra vehetünk meg. Következett az utolsó pc és elődöntő, ahol az amerikai Continuum 2 egyre megverte a Brazil Santos dexterity -t. Majd jött a spanyol pálya és új funkciók nevezető panel, amit a már megismert teaserrel kezdtek, és elmondták, hogy a neve Coastline lesz, ami partvonalat jelent a két pálya designer és egy Twitch streamer kezdtek el beszélgetni. Megtudhattuk, hogy a háttérsztori az, hogy ezt a nightclubot, ezt a szórakozó helyet megtámadták, ami egy 16. századi romra van építve. Megismertük a spontpontokat, van egy középső a főbejáratnál, egy a medencénél és egy a romoknál. Innen például Gláz előny szerezhet, hiszen egy remek sniper pozíció a torony. Elmondták a zónák jellemzőit, és milyen bejutási lehetőségek vannak a házba, de a részletekbe nem megyek bele, hiszen két nap múlva úgyis mindenki test közelből láthatja. Azt mondták, hogy klasszikus pálya lesz, ami jó egyensúlyt mutat a védők és támadók lehetőségei között. Nagyon jó szerintük a mapban, hogy nem úgy kell játszani, ahogy azt a map megköveteli, mint például a favella, hanem úgy, ahogyan te szeretnél és kedved van. Február 7-én a DLC-vel újítások is jönnek a játékba, például az új menü és töltőképernyő, amivel könnyebben nyomon követheted a kihívásaidat, és egy sokkal kellemesebb felületet fogunk mostantól tapasztalni. Jött az első Xbox-os elődöntő, amin az Elevate legyőzte a supremacy így bejutott a döntőbe. A technikai Q&A-ben mutattak pár 2012-es felvételt a játék első elképzeléséről, aztán a környezetet építő designer, a hangvilágért felelős vezető és az online kapcsolatokért felelős vezető beszélgetett a közösségi fejlesztő hölgyel. Elmondták, hogy csináltak egy saját programot, amit dev valami Dev Prognak hívnak, vagy valahogy így, amivel a pályákat felépítették, ezzel megkönnyítve a saját munkájukat. Megmutatták a Battle Eye elindításának pillanatát azt, hogy a hangok hogyan változnak, ha lyukat ütsz a falra, hogyan oldották meg azt, hogy a fel, feletted lévő lépteket tényleg úgy halt, hogy feletted vannak, és egy-két kérdést is feltettek nekik, de többnyire voltak, érdektelenek voltak, amiket nem is értem, miért tőlük kérdeznek meg, miért nem írják be a Google-be, na mindegy. Aztán jött a nap utolsó meccse, ami egy Xbox-os elődöntő volt. A Vitality 2-1-re verte a Little Gaming-et egy nagyon izgalmas és szoros meccsben. Nézzétek meg a holnapi részt is, ugyanis abban láthatunk először teljes gameplayt a Velvet Shell DLC-ről, és kiderül, hogy ki lesz az első Rainbow Six Siege világbajnok. Köszönöm, hogy megnézted ezt a videót, igazán nagyra értékelem, remélem tetszett, ha így van, nyomj egy lájkot, írd kommentet, hozd meg, hogy jusson el még több emberhez, és ha nem tetted volna meg, akkor iratkozz fel. A legközelebbi videói pedig Gaming is Fun, és sziasztok!